Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. A következő klipből látni fogjátok, hogy a jövőből érkeztem hozzátok, és szeretném elmondani, hogy mi is fog történni ebben a videóban, mert most, ahogy elkezdtem vágni, rájöttem, hogy nem vettem fel az elejét a videónak, ugyanis nem kifejezetten tudtam, hogy mit is szeretnék nektek felvenni, de mindenképpen szerettem volna egy itthoni, nagyon reális, nagyon hétvégi vlogot csinálni nektek, és hát sikerült, úgy gondolom. Úgyhogy a mai videóban azt fogjátok látni, hogy hogy telik egy nagyon szombati napom itthon, amikor tényleg csak azt csinálom, amit nagyon muszáj, és sajnos ez általában a takarítás, ugyanis nekem is kell takarítani, és habár nem szeretem, muszáj. Úgyhogy ebbe fogtok egy kis betekintést látni, de szeretném elmondani, mert egyébként ez a vlog utáni napon történt. Látni fogjátok, hogy a hajam az eléggé megkérdőjelezhető állapotban van, viszont azt hiszem egyébként, hogy ez 2 nappal ezelőtt történt, vagy pénteken vettem fel a videót. Mindegy, karanténban nem számítanak a napok, 2 nappal ezelőtt vettem fel, tudom, mert 2 napig képzeljétek el, hogy olajoztam a hajam. Szóval, nem reklám egyáltalán, van ez a szájasz olajam, ez a Beauty Elixir, és nagyon nem szerettem ezt az olajat, sőt, igazából most se szeretem, mert nem tudom, látjátok-e, de ilyen, hogy mutassam? Iszonyatosan vastag és ragacsos és zsíros lesz tőle a hajad meg minden, úgyhogy nem szeretem. De gondoltam, hogy valamit muszáj vele kezdenem, mert lehet, hogy több mint egy éve is megvan, és semmit nem használtam el szinte belőle. És arra gondoltam, hogy egy kicsit bepácolom a hajam, és ez nagyon undi lesz, de most van a legjobb idő erre. 2 napig képzeljétek el, hogy tetejétől az aljáig teljesen be volt olajozva a hajam, vastagon. Tehát el tudjátok képzelni. És 2 napig rajta volt nagyon-nagyon vastagon ez az olaj, és annyira jó lett a hajam tőle. Nyilván utána megmostam ugyanúgy, ahogy szoktam, megszárítottam, kivasaltam, és baromi jó lett. Nagyon tetszik, úgyhogy valószínű, hogy ezt, ami benne maradt, ezt ugyanilyen célra fogom elhasználni. És ha bár ez nem ide tartozik, szerettem volna nektek elmondani. Ja, és tudom, mit szerettem volna még mondani. Instán kiraktam már nektek sztoriba, de szerettem volna itt is elmondani, mert szerintem ez egy baromi jó lehetőség, és hogyha tudtam volna róla hamarabb, akkor tuti, hogy éltem volna már a lehetőséggel. Igaz, hogy van autó, mert szeretném itt elmondani, és nagyon szeretem Doriszt, félreértés ne essék, de ő már egy idős hölgy, és nem feltétlen bánnám, hogyha le tudnám cserélni egy újra, úgyhogy ha valaki ugyanilyen cipőben jár, vagy első autót szeretne, vagy teljesen mindegy, csak autót szeretnétek, semmit nem láttok a képernyőmből, valószínű. De le fogok tenni nektek egy linket a leírásba, ami egyenesen a Nyerj Autótnak az oldalára fog titeket dobni, ahol nagyon-nagyon egyszerű párlépéses folyamat alatt tudtok regisztrálni, és a regisztrációtok alapján ki tudnak titeket sorsolni, és tudtok nyerni egy teljesen új autót, amit személyre tudtok szabni. Nagyon egyszerű párlépésből áll a folyamat, ki kell választanatok, hogy milyen autót szeretnétek, én ezt a Mazdát választom. Rányomtok, hogy megyek, megnyerem, kiválasztjátok, hogy milyen színben szeretnétek, én a szürkét választom, tovább, beírjátok a neveteket, e-mail cím, irányítószám, szokásos adataitokat, válaszoltok pár kérdésre, és regisztráltok. A regisztrációtokért sorsjegyeket kaptok. Nyilván minél több sorsjegyed van, annál nagyobb a lehetőséged arra, hogy nyerj, úgyhogy miután kitöltötted az egész regisztrációt, lesznek ilyen kérdőívek, és hogyha válaszolsz a kérdőívekre, vagy végigcsinálod ott a feladatokat, akkor még több sorsjegyet tudsz kapni, amivel nyilván még nagyobb esélyed lesz a nyerésre. Ezen kívül természetesen több e-mail címről is lehet regisztrálni, úgyhogy akkor még nagyobb az esélyedre. Le fogom tenni a linket a leírásba, ahol tudtok regisztrálni, és azt a linket is le fogom tenni, ahol meg tudjátok nézni az előző nyerteseket, ugyanis ez már a 10. forduló, és hogyha bárkit érdekel egy új autó megnyerése, akkor csekkolja le az oldalt, Instán is fogom még kitenni nektek, úgyhogy ott is fogjátok látni. Most pedig kezdjünk bele a vlogba. Hát, sziasztok! Szerettem volna nektek egy másféle klipet is bevágni ebbe a videóba, és az az igazság, hogyha Bence meglátja, vagy tudná, hogy ezt csinálom, akkor valószínű, hogy nagyon kiborulna, de én nagyon sok olyan vlogot szoktam nézni, ahol
takarítanak, pakolnak, vagy nem is tudom, igazából rendszereznek, és szerintem fontos, hogy őszinték legyünk, és nehogy azt higgyétek, hogy nálunk minden tökéletesen működik, és sosincs rendetlenség, vagy bármi. És őszintén megmondom, hogy én kifejezetten motivált tudok lenni attól, hogyha ilyen videókat nézek, úgyhogy gondoltam, miért is ne próbálnánk ki. Ezen kívül nagyon sokan szoktátok kérdezni, hogy hogy nézek ki, amikor itthon vagyok, van-e rajtam smink, milyen ruha van rajtam, meg ilyenek, úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy kicsit tisztában lássatok. Úgyhogy most egy takarítós, pakolós részt fogtok látni, és megnézhetitek a csoda outfitemet, úgyhogy igazából felesleges is többet beszélni. Kezdjük el rendbe rakni a konyhát. Tehát az outfitem az egészen egyszerű, egy kis csíkos trikó van rajtam, és aki nézte a brodát, az tudja, hogy honnan van ez a felső. A kedvenc trónokharcás pizsinadrágom egyértelmű, mi más is lenne. És ami nálam nagyon fontos szerepet szokott játszani, hogy nem tudok csendben pakolni vagy takarítani, úgyhogy elindítom a kis YouTube videóimat, amik be vannak készítve már egy ideje, és elkezdek pakolni. Ez egyébként a legjobb mandulatáj a világon kávéhoz, úgyhogy ha találtok ilyet, akkor ezt próbáljátok ki. Tegnap, amikor Rebek említett, hogy akarva sushizni, mert nagyon-nagyon régóta már kívánja, nem gondoltam, hogy így egy ilyen tetemesebb mennyiséget fog berendelni. De jó étvágyat kívánok hozzá! Köszi! Szóval tisztázzuk a helyzetet. Nem mind az enyém. A halasok, azok csak és kizárólag a Bencéjé, mert én azt sajnos nem tudom megenni, pedig nagyon szeretném. Tavaszi tekercset imádom, és tudjátok, én mindenből szerettem volna egy kicsit enni, és mivel ma ilyen nagyon takarítós nap van, gondoltam, megérdemlem, azt hiszem. Nem létezik olyan szög, ahol én is és a konyhapult is benne vagyunk a kamerába, és még hallotok is. Úgyhogy így fogom nektek elmondani az alapját a sátjaimnak, ugyanis sokan kérdeztétek az egyik 24 órás videónk után. És mivel most még nem fogok mit ettem egy nap videót csinálni, gondoltam beleillesztem ide. Úgyhogy sátra fel. Kettő darab sátot szoktam inni általában egyébként reggelente, most már délután van, de mindenképpen szerettem volna nektek megmutatni, úgyhogy egy kicsit elhalasztottam. Az egyik az egy nagyon egyszerű almaecetes sát, ami úgy néz ki, hogy egy nagyon kicsi... Jó lenne, ha fókuszálna teljesen, de nem fókuszál, úgyhogy mutatom itt. Egy... Ez egy kicsit sok lett, ennek általában a harmadát szoktam beleönteni egybe, és ezt pedig a poharat teljesen teleöntöm vízzel. A másik pedig, amihez szükségünk van, egy kis citromléje. A legjobb egyébként, hogyha rendes citromból csináljátok, úgy, mint az előbb egy
kevés olaj, löttyintésnyi, mondjuk így. Ebből is sokat raktam. Nem baj, értitek, igazából nem az számít, hogy pontosan mennyit raktok bele. Ebbe egy nagyon kevés só, és a poharat úgy körülbelül félig felöntöm vízzel, citromlével. Mivel minden a mosogatógépben van, így egy kanál aljával összekeverem egy kicsit, és ezeket csak úgy igazából szólóba leszoktam húzni minden nap. Azért egy kis vízkísérőnek muszáj, hogy legyen. Ezt szoktam általában másodjára, mert ennek sokkal jobb az íze. Ez olyan, mint egy citromos saláta öntet, úgyhogy ha bírjátok a citromot, akkor ezzel nincsen baj. Hú, de savanyú! És egész napra pedig szoktam bekeverni citromos vizet. Szinte egész nap citromos vizet iszom. És gyorsan válaszolok arra is, hogy miért iszom a shotokat. Elég béna a gyomromban. Nem vagyok hányos, lekopogom. Nyilván ez a fóbia miatt is van valamennyire, ugyanis nagyon vigyázok rá, hogy véletlenül se hányjak. De nagyon sokszor szokott fájni a hasam, nagyon érzékeny, és mind a két sát nagyon jót tesz az egész gyomornak, a bélműködésnek, gyomorműködésnek, emésztésnek, úgyhogy ha bármelyikkel esetleg problémátok van, akkor próbáljátok ki ezt a két sátot, lehet, hogy segíteni fog. 2 hours later. Most értünk el arra a pontra, hogy Bence lassan szeretne videózni. Úgyhogy én addig kimegyek lovagolni, amíg ő videózik, és utána pedig tovább folytatjuk a pakolást, mert ahogy mondtam, ez már egy ilyen nagy takarítós, rendet rakós nap. Harmadik adag mosás megy a mosógépben, ezen kívül körülbelül egy órán keresztül teregettem, és pakoltam a ruhákat, ha nem több. Azt ti nem láttátok, mert addig töltődött a kamera, hogy Bence tudjon vele videózni. Igen, van két kamera, de valamiért a Bencével egyszerűbb volt videózni. Most az enyém van nálam, és nem szerettem volna túl sok anyagot bevágni arról, ahogy pakolom el a ruhákat a gardróba, ugyanis miután hazajövünk, a frissen mosott, frissen száradt ruhákat fogjuk együtt elpakolni, úgyhogy arról se fogtok lemaradni, de most kimegyünk lovagolni. Viszont ahogy látjátok, egy kis alapozót és egy szemöldököt feltettem, úgyhogy most nagyon fancy-nek érzem magam, ez a karantén sminkem, a teljes no make-up make-up, pont annyi, hogy jól érezzem magam tőle, és felesleges most már szerintem tovább beszélnem, induljunk el, mert nem fogunk visszaérni normális időbe, ezt hozzátenném, általában nem sikerül. Enjoy mostanra körülbelül megette a vacsiát, ha jól sejtem, akkor 6:45 van, Bence elindult kifele. Hello! És én meg elindulok a lovardába. Hello, gyönyörűm! How
2 hours later. Hazaértem, átöltöztem, megkajáltam, fürdeni még nem volt energiám, és bejöttem a gardróbba, ugyanis ezt még el kell pakoljam. A fények nem a legjobbak itt bent, de nem volt energiám behozni egy softboxot és bevilágítani mindent, úgyhogy hát most ez így fog működni. Ki vannak egyébként nyitogatva az ajtók, úgy szoktam mindig pakolni, hogy bejövök ide, kinyitom az összes ajtót, lerakom a laptopomat, nézek vagy hallgatok valamit közben, és így, hogy minden nyitva van, csak ki kell venni a válfákat, berakni a cuccokat, kihúzni a fiókokat, értitek? Egy valami, ami lehet egyébként, hogy furán fog hangzani, nem vasalok egyáltalán. Úgy szoktuk, hogy szépen teregetem ki a dolgokat, úgyhogy nem gyűrötten száradnak meg. De mindig azelőtt vasaljuk ki a dolgokat, hogy felvennénk, mert annyi ruha van, és folyamatosan annyit használunk, videózás miatt is ugye rengetegszer veszünk elő új ruhákat, hogy nekem nincsen arra energiám, hogy mindent kivasaljak, miután ki van mosva, úgyhogy pakoljuk el ezt a kosarat együtt. Egyébként ez itt már az ajtónak a széle, ez pedig a szekrény széle. És nyilván a földet se látjátok, de nem tudom úgy megoldani, hogy mindent lássatok. De szeretném megmutatni, hogy 3-szor ennyi válfa van lent a földön. És tudom, hogy majdnem mind fel lesz használva, úgyhogy most teregettem ki egyébként még egy adag ruhát. Igen, nagyon sok infót tudtok most meg. Ezeket a ruhákat valószínű egyébként, hogy ti már láthattátok mostanra. Ha minden igaz, akkor mostanra már kiment egy Nasty Gal felpróbálás. Hol videóm, 2 részbe bontottam, úgyhogy nem biztos, hogy ezeket pont láttátok, de a lényeg az, hogy fent van egy felpróbálós hol videóm, ahol megint Bence értékelte a rendelésemet, úgyhogy ha lemaradtatok volna róla, akkor itt le tudjátok csekkolni. Az az igazság, hogy nagyon megszerettem volna vágni a holnapi videómat még ma este, de nem érzem. Nagyon bepunnyadtam. Bence is bepunnyadt, nem tudja nektek elmondani, kicsit zavarba van még a kamera előtt. De nagyon bepunnyadtunk mind a ketten, úgyhogy arra a döntésre jutottam, hogy ezt a vlogot itt lezárom. Itt és most. Itt és most. Nem tudom, hogy milyenre sikerült. Egy kicsit mindenes, igazából a karantén alatti lelki és... Gyugod. Hogy mondják azt, hogy fejbe? A lelki és a mentális állapotomat is mutatja, ezt akartam mondani. De remélem, hogy tetszett nektek, és ha igen, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!